készen van, mint a matekocska. Az biztos tele van energiával, de nagyon. Hát miért, mert 4 napja csak boxban áll. Minden bódításnak megvan a maga kockázata. Mm-hmm. Csinál egy kis májárfajulást a lónál, az kiheveri ugyan a ló, de jobb, ha humánusabbak vagyunk. Na, akkor legyél jó kislány. Megcsináljuk pedig a másik. Menjünk az mi a helyére. A kiszállás, számolom, semmi más. Látod, ahogy mozgatja a száját, a ló, és szépen letördeli. Mm. Tulajdonképpen a másik órát én szépen tudok dolgozni, nem veszélyes a fog rendellenesség. A németeknél, a franciáknál is széltében hosszában használják a szájéket. Ennek hál' Istennek nincs különösebb gond, mert ha komolyabb gond észreveszem, akkor azt mondom, hogy megbódítsuk azt, akkor nagy szájtelepesztő, és akkor gépen, mert van gép is. Meg kell nyugtatni egy picit, próbáljuk meg hátra. Meg is sosem ment. Ez csak az én kezem, ez csak az én, ez csak az én kezem, bér. Nyisd. Van, jól van. Jól van. Na, látod, de nincs annyira fáj. Látod, hogy nem is fáj. De ezt megcsináljam, 2 rólat meglágatjuk. Jó, kislány. Ez az, látod, nem fáj. Mi szerint? Mennyit jelent a gazda? Jól van szocializálva, telibérősz mégis. Egy olyan 2 evőkalányi kristálycukrot, azt nagyon javallok, mert lényegében ugyanúgy a szarvasmarom is, mint a ló is, lebontja, és a répacukorból szőlőcukrot, és az egy májregeneráció. Lehet venni ilyen májregeneráló szereket lónak, szarvasmarának, de marhánál is a naponta 1,5 kg cukrokat belöntenek ugyanaz. Most az infúzió az olyan 4500 forint, egy 1,5 kg cukor az meg mennyi, 150 forint, azért óriási különbség van között. Egy gyógykezelni lehet, itt a zárokat lehet sófon a csillagos égig, úgyhogy. Hát ez egyszerűbb volt, hogy mondta.